Jó reggelt kívánok, kedves nézők! A Diósgyőr után a Videótont is legyőzte a Ferencváros a bajnokságban. Perceken belül vendégünk a vezetőedző Ricardo Moniz. A 48 éves Ricardo Moniz Rotterdamban született. Játékos pályafutása során a bal hátvéd posztján szerepelt. Öt klubban futballozott, így például a Waalwijkben és az FC Eindhovenben is. Visszavonulása után dolgozott a Feyenoord, a Grasshoppers, a Tottenham és a Hamburg szakmai stábjában. A németeknél rövid ideig ő volt a megbízott vezetőedző. Majd átvette a Red Bull Salzburg irányítását. A csapattal a 2011-2012-es szezonban bajnoki címet és osztrák kupát is nyert. A Ferencvárosnál a negyedik forduló után Déteri Lajost váltotta. Bár pillanatok alatt ő sem tudott csodát csinálni, de több játékos kérésére érkezett a klubhoz, és a zöldfehérek legutóbbi két bajnokiukon legyőzték a Diósgyőrt és a Videótont is. Kedves nézők, vendégünk már a stúdióban Ricardo Moniz, akivel rögtön elhárítunk némi nemű technikai problémát, hogy működjön a fordításunk, és akkor nagy szeretettel köszöntöm. Do you hear the translation? Ja. Oké, rendben vagyunk, köszönöm szépen. Szóval tisztelettel és szeretettel köszöntöm nálunk, örülök, hogy eljött. Az van az első kérdésem, hogy miért fogadta el a Ferencváros ajánlatát? A Ferencváros múltja nagyon szép, a jelene nagyon nehéz, pályán és pályán kívül is. Miért döntött úgy, hogy a Fradi vezető edzője lesz? Why did they accept this job? Miért fogadtam el ezt a munkát? Hát a Fradi az big Fradi. Name in Holland, big tradition. Ez egy nagyon nagy névnek számít Hollandiában is, nagy hagyományjal. Egy nagyon különleges csapat, és azt láttam, hogy az emberek is szeretnék, hogyha ide jövök, és nagyon megbecsülnek itt. A tárgyalások során Kubatov Gábor elnök mivel tudta ezeken kívül meggyőzni? Now, first of all, the impression as person. Először is, mint ember sikerült meggyőznie, és meggyőzött arról, hogy idealista, és a hosszú távon foglalkozik, és van egy önálló filozófiája, és nagyon fontosnak tartotta az utánpótlás nevelést is. És én is mindig azt mondtam, hogy az edző nem annyira fontos, nekik csak az első vonalat kell védeni, a legfontosabb az utánpótlás képzés. Igen, az utánpótlásra majd még visszatérünk. Azt mondja meg, legyen szíves, hogy amikor idejött, milyen állapotban találta a csapatot, milyen Ferencváros fogadta, milyenek voltak az első benyomásai. The first impression was that az első benyomásom az volt, hogy nem voltak biztosak a saját személyiségben, nem volt, mindenkinek van egy egyéni tehetség, amit meg kell mutatni. És láttam azt, hogy mik a főerősségei a játékosoknak. Először meg kell bizonyosítani ebből, tehát hogy magabiztosak legyenek a saját képességeit illetően. Ezt kell megerősíteni, ezt követi a csapattal való kapcsolat, amit még folyamatban van ennek a kiépítése, de nagyon jó úton haladunk. Tehát, ha jól értem, önbizalom hiányt látott? Ja. Igen, pontosan. És hogy lehet ezt orvosolni? Mindig azt kell hangsúlyozni, hogy a játékosok oldalán áll az ember. Nagyon kritikusnak kell lenni az edzés munkát illetően, és az edzés mennyiségét illetően. És minden nap fejlődni, minden nap kell próbálni fejlődni, fejleszteni. Ha valaki csak annyit tesz, hogy minden nap amennyit tud, tudja, hogy meg tud csinálni, azzal nem fog fejlődni. Hát minden nap kihívásokat kell keresni, és ezután, hogyha találnak megfelelő kihívásokat, akkor ezen keresztül tudnak jobbá válni. Beszéljünk konkrétumokról. Ugye az érkezése után hozott játékosokat, Ionescut, Jennert és Besicset. Hol tart most a Ferencváros a csapatépítésben az ön irányításával? Now, first of all, először is, we are in the middle of a process. Egy hosszú folyamat közepén tartunk. És ezek az új játékosok, nem voltak megelégedve a saját fejlődésükkel külföldön. Nem voltak elégedettek a saját magukkal és a lehetőségeikkel. És ezért kell őket fejleszteni és integrálni a többi sráchoz.
coming players are okay, is okay. That's my task. It's all about unity. A legfontosabb az én szempontom, hogy meglegyen az egység a csapatban, az újak és a régebbiek között. You can build on development of players. És hogyha megvan ez az egységes csapat, akkor lehet a játékosok fejlődésére építeni. In their careers, what they could. For example, Janus 28. Ezek az új játékosok még nem adták ki magukból, amit tudnak, például 24-8 éves. Besicre is igaz, hogy nagyon fiatalok még. Besic is két éve, amikor a Hamburgba játszott, a 2011-ben. És az utolsó 6 hónapban már nem jutott játék lehetőséghez. Az új játékosoknak fejlődni kell, és saját célokat kell találni, hogy fejlődni tudjanak. Önről azt mondják, illetve hát úgy nyilatkozott, hogy csak az első hely az ön számára az elfogadható bármilyen versenyben. Na, ez mondjuk veszélyes nyilatkozat szokott lenni, de hova érhet oda a Ferencváros? Reális, milyen eredményt tart reálisnak a Ferencváros számára? Azt mondtam, hogy csak az első helyen vagyok elégedett, és ez így is van egyébként, nem érdemes edzeni. The fans are very tehát a Ferencváros egy nagyon jó csapat, nagyon jó a védelme, és ambíció is szükség ehhez. Ha valaki nem tűz ki ilyen célokat, amit el lehet érni, akkor jobb, ha otthon marad. És sokkal jobb egy nagy célt kitűzni, és azt nem elérni, mint egy közepes, szerényebb célt kitűzni, és azt elérni. A sportban mindig dominálni kell, mindig a legjobbat kell kihozni magunkból. És ha nem mi vagyunk a legjobbak, be kell látni, hogy a másik csapat jobb. De azt hiszem, a Fradinak nagyon egyértelmű ilyen szempontból a filozófiája, ezért is az első helyet céloztuk meg, de hogyha idén ez nem lesz meg, akkor majd jövőre. Azt mondják önről, hogy a futball megszállottja, ha lehet ilyet mondani, jó értelembe véve a futball őrültje, reggel, korán reggeltől késő estig a stadionban van. Hogy telnek a napjai? Football. Focival. It's all about football. I think minden a fociról szól. Azt hiszem, a miénk a legjobb munka a világon. És nem akarok megsérteni a más munkát végzőket, de azt hiszem, hogy ez a világ legjobb munkája. A hobbinkat tudjuk űzni, közben szórakoztatjuk is az embereket, tehát ez nagyon nagy felelősség. Tehát amikor a pályára lépnek, akkor a játékosoknak is rá kell ébrednünk, hogy ez a legjobb munka a világon, és 200%-ot kihozni magukból. És én mindig ezt várom el a focistáktól, hogy 200%-ot hozzak ki magukból, nem a pénz miatt, hanem a játék szeretete miatt. A focilab nagyon sok embert, sokféle embert és kultúrát összeköt. És én is a focin keresztül nagyon sok mindent tanulhattam meg más kultúrákról és Magyarországról, és nagyon sok mindent tanultam, akár a régi játékosokat is, ha tekintjük. Hát mindent a futballon keresztül tanultam, tehát mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb az életemben. De azt mondja meg még, hogy önnek mi a legfontosabb, mint edzőnek, mert azt láttuk a meccsek során, hogy rendkívül érzelmes edző. Az hírlik, hogy nagyon nagy energiákat fordít a felkészülésre, a tanulmányozásra. Önnek mi az edzői munkásságában a legfontosabb pont? The most important thing as a coach is that a legfontosabb dolgom az, hogy segítsek az embereken. Azt hiszem, egy vezetőnek mindig ez a dolga. Hát nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki fentről néz le a többiekre. Egyrészt inspirálni is kell a játékosokat, a tehetségeket, de ez nem csak a focira igaz, ez igaz, akár az orvoslásra, vagy akármilyen vezetésre hagyni kell, hogy az emberek fejlődhessenek, és mindig utat mutatni, irányt mutatni. És ha ez rendben van, és az emberek érzik, hogy a vezető az ő oldalukon áll, akkor a karrierük végig folyamatosan fejlődni tudnak. Manéz úr, még egy számot mondjon, a csapatépítést, ha 100%-nak tekinti, amit el akar végezni, most hány százaléknál tart? At the moment, 40-50. 40-50 százalék.
Jó munkát kívánok. Good luck. Thank you very much. Okay, please. Köszönjük szépen a beszélgetést Mencer Tamásnak és Ricardo Moniznak.